Azt hiszem, hogy három dolgot szeretnék mondani. Egyrészt, egy kicsit az a történelmi távlat, ahogy ez a római klubos dolog Erwinnel egyetemben kialakult, ami az ittönök számára majdnem triviális, szlávik vagy kerekes barátom számára is, neked meg aztán végképp. A második világháború után, az 1950-es évektől kezdődően, ami ugye alapvető ismeret, ugye ez a bizonyos gyors felgyorsulás, nagy felgyorsulás, a népességrobbanás, az elképesztő igénynövekedés a természeti javak iránt, erőforrások iránt. Az 1950-es években vagyunk. Miért érdekes a dolog? Mert kb. 20 év telik el, míg a tudományos körök, 1972-t fölidéztétek, te még egy korábbra is visszamentél, amikor kezd tudatosodni, hogy kezdünk egyre többen lenni, egyre több idézel be az éhes száj, egyre nagyobb szükség van arra, hogy például együtt kellene működni, miközben kialakul a hidegháború, a konfliktusok már elhangzottak, és ez az az időszak, 1962-ben, nem 72, 62, ugye a DDT ügy, Richard Carsonnal, és meg egy csomó minden. Tehát a tudománya a 70-es évek elejére jut oda, párhuzamosan a politikával, hogy beindult valami, amit később úgy kezdtünk hívni, hogy a globalizáció. És a planetáris tudat, mert az én számomra ugye Erwin klasszikus szójátéka vagy összetétele, és a könyvben ugye most nem de a tudatos fejlődés útjában is tulajdonképpen ilyen planetáris megközelítések vannak. Ez az időszak, ahonnan ez kinő. Hogy a tudomány és a politika kezd nem összhangban lenni, de legalább együttműködni, 1972 a híres stockholmi konferencia ideje, amikor politikusok találkoznak, és arról beszélnek, hogy a világ nagyon megváltozott. Tehát számomra, ami Erwin így fogom mondani, de tudatosan belekeveredett, ez az időszak. És nagyszerű, hogy több hazánk fia ebben az időszakban, de ugye Neumann Jánost idéztet föl például, de másokat is lehet mondani, ide lehet tenni akár Szent Györgyi Arbát, más, belekerülnek különféle ágon ebben a folyamatba. Szent Györgyi Arbát rólad jutott eszem, ugye az gyógyítás kapcsán például. Tehát rendkívül fontosan tartom, hogy meg kell érteni, hogy hogyan alakul ki a folyamat. És hogy elég tudatos-e a folyamat. És kb. 50 év telt el azóta, 5 évtized, 2024-ben vagyunk mondjuk a 72-höz képest, és az én eszem szerint, az én felfogásom szerint nem lett sokkal jobb a világ, hogy nagyon diplomatikusan fogalmazzak. Rendkívül bonyolult lett. Nem beszélgetünk most egymás között, lásd ugye a gazdasági fejlődés, a növekedés igénye, nem biztos ugyanazt értjük alatta. Ez az a történelmi távlat 50 évvel ezelőtt, amelyben ezt a szót használtam, de nem bántólag, ami Erwin is belekeveredik, másokkal egyetemben, és a számomra ez ugyanaz az időszak, és a Kerekes Sanyi kezdett erre utalni, amikor magunk is kezdünk felnőni szép hazánkban, mindegy, hogy épp milyen rendszer van, a szellemnek ugye a varázsa többünket megérint, hogy ilyen dolgokkal kéne foglalkozni. A nemzetközi közéletet, Magyarország hol található ebbe? Mi van a szomszéd népekkel? Hogy megy végbe? Mindegy, hogy zárt határok vannak, a szellem embereinek nem voltak már zárt határok, tehát például a környezetet, a sportot, meg egy pár dolgot, az akkori politika úgy gondolta, hogy hidegháború ellenére, hát az messze van a béke, meg a háború kérdéseitől. Szóval ez az a történelmi kontextus, amely keretében látom Erwin munkásságát, annak a két kollégának, aki ott a jobb szélen ül, Eteli is nagyon régi ismerősöm, ugye más ágról került be, és nem csak közgazdászok, nem csak jogászok, jogászokról miket hallottam ma, nem vagyok jogász, szóval ez rendkívül fontos. Ekkor kezdtük nagyon sokan megérteni, hogy nem szabad bezárkózni, minél többet olvasni kell, nyelveket kell tanulni. Ez az első mondani való. És büszke vagyok arra, nem csak arra, hogy itt vagy, tehát mások is belekerültek, te más módon kerültél bele ebbe a dologba.
A másik, ami ebből következik, az a mi dolgunk a világban. És erre többen utaltatok. Volt, aki magáról elmondta, hogy hogy került be ebbe a körbe, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy egy művészről beszélünk, vagy az ismeretek művészéről, a tudósokról, a szellem embereiről beszélek, akik elkezdenek tudatosodni, hogy ha már én valamit megértettem, akkor van dolgom bele. A dolgom az, hogy először is legyek kritikus, föl szoktam idézni, nem magától értetődő, amit nekem mondtak, ez egy rendkívül fontos, ugyancsak tudatosodási kérdés, tehát nem szabad abúvel, hú, okos ember mondta, a balomon itt ül egy nagyon okos ember, és annyira szuggesszíven elmondtad az információs gyógyítás ügyeit, de nem ültem odébb, de tettem volna föl kérdéseket. Szóval kétkedni is meg kell tanulni. Az is a tudomány, vagy a szellem emberek fontos, hogy ezt szoktuk felejteni. Tehát ez a második dolog, hogy mi dolgunk a világban, ha már több mint 8 milliárdan élünk, ha már a planétát fölidéztem, és ezért is fontos, hogy mi magunk megértsük, hogy ebben a egy bolygón élünk, ugye a Brundtland jelentés egy bolygó megközelítése, itt kellene összeférnünk egymással, akik tanultak valamit, vagy ráébredtek arra, hogy ők érdekli az, hogy milyen folyamatok zajlanak. Az összes ellenmondásával együtt még többet kell tanulnia, másokra is oda kell figyelni, nem mondtátok azt, hogy néha le kell vetőzni az egónkat, én akarok a világ legokosabb embere lenni, mindenkinek engem kell idéznie, színpadban is el tudom mondani, a művészek világából is, oké? A más sportok is elhangzott, azt is el tudom mondani, oké? Meg kell érteni, hogy én egy vagyok ezekből, és ebből én értem, ami elhangzott, van kritikai vélemény is, mi 8 milliárdan nem vagyunk egy szinten, tudatossági szinten. Akik nyomorban élnek, vagy éheznek, azoknak legfontosabb, hogy valamilyen minimális élelemhez jussanak. Tehát ezzel is legyünk óvatosak, értem az együttműködés ügyét, de akik jobb helyzetben vannak, tudatosabbak, ez a típusú felelősségünk is nagy. Ez a második rész, ami meg engem rávett arra, ugyancsak a 70-es évek elejétől, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. És ezért kezdtem. És nagyon büszke vagyok arra, én a sorsomnak vagyok hálás, hogy ez elrendelés vagy nem, erről vitatkozhatunk. Én az egyén felelősségét nem szeretném letudni azzal, hogy eleve elrendelt. Tehát óvatos lennék az arányokkal, ez a határ a transzcendencia és a tudatosság között, ugye. Én ezzel foglalkozni akarok. Csak megadatott nekem, ha már így fölidéztél, rengeteg mindenbe belekerülhettem, hihetetlen állóképességgel egyébként, főleg akik államigazgatásba is kerülnek. Én nem vagyok jogász, én nem vagyok diplomata. Belöktek engem a diplomáciai együttműködésben, már fölidézted. Lehet lábon tanulni. Oda kell másokra figyelni. És ez az egyik alapvető üzeneted is. És ti is utaltatok rá. Tehát a második dolog, aki teheti, rá kell jönnie, mi a dolga a világban neki, másokkal együttműködve, akiknek lehet, hogy sokkal rosszabb az élethelyzete, vagy a szülői háttér miatt, vagy más miatt, vagy üldöztetés miatt, vagy akármi miatt. Aki jobb helyzetbe kerül, tudatosabb helyzetbe kerül, képes az egóját valamennyire lejjebb nyomni, más együttműködni, annak sokkal nagyobb a felelőssége. És én magam ilyen szempontban nagyon tudatos lettem. Szokták azt mondani, hogy öreg ember, annyi vagyok, mint ott az a Sándor, pár hónap válasz el minket. Maga miért akar itt tanítani? Miért akar írni? Én is írtam most 2 könyvet. És azt mondom, miért minek? Engem már senki nem köteles semmire. Nem. Ez ugyanaz a tudatossági elem, amit a tőlem jobbra ül, nincs 106 könyvem, és nem is lesz annyi. Mindenkinek a maga szintjén van ilyen dolga, minden itt ülőnek, és minden itt nem ülőnek is. És azt szoktam mondani, az a nagymama, aki kiváló buktát tanul meg sütni, az ugyanúgy egy fontos ember. Ő azt tudja, és azt fogja megtanítani. Tehát néha nem kéne csak ilyen plátói magasságba elmenni. A harmadik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, több nincs, ezt a 3-ra készültem, az a jövőkép, amit elhangzott. Tetszett ez a 2500, miért nem 5000? Szóval a jövőkép készítése, ami nem előrejelzés, ezek ugye feltételes szenáriók.
az azért rendkívül fontos, hiszen azt szoktam mondani, hogy egyetemen most én az LT-t tanítok, már nem, hogy itt rá megyek el Gödöllőre, azt szoktam mondani, néha le kell hozni a te személyes szintedre a nemzetközi ügyeket, a hazád ügyeit, vagy bármit. Igazából, ha nem is tudatosan, mi magunk minden nap jövőképet készítünk. Beleértve azt, hogy hogy fog alakulni a sorsunk, mindegy, hogy magánéletünkben, hogy lehet kikeszveregni valami bajból, elromlott a kávéfőző, most mit csináljunk vele, vagy éppen, és ez tetszett, hogy te visszaidézted ugye az Ervint, hogy hát ő csak ül és gondolkodik. Mindig gondolkodunk arról, feleségül legyen, vagy ne legyen. Költözzünk, vagy ne költözzünk. Utálom a főnökömet, tehát egész prózai dolgokban, de ugyanerről van szó, és minél tudatosabb az ember, annál célszerűbb, ha ugye nem hivatalosan backward planning-nek, latinul nem tudom, tehát előrevetítünk valamit, nem kell 50, meg 500 évre, főleg az egyén életében. Hova szeretnék eljutni? Lehet, hogy módosul. Hát én másnak tanultam, más matematikus vagyok eredetileg, és én nem akartam matematikus lenni. És nagyon boldog vagyok, hogy belekeveredtem globális és nemzeti, közveti ügyekbe, és kiváló embereket ismertem meg a világ különféle tájairól, beleért az által fölidézett exotikus országot. Szóval, ha az ítélők semmi másba nem kaptak, Ervin a katalizátor most ebből a szempontból, és jó lett volna egyébként, ha beszélgetünk is ilyen néhány vitaindító mentén, akkor még jobban meg kell értenünk, hogy mi dolgunk a világban, mi a dolgunk holnap a világban, és ebben beleértem azt is, ha már az unokák fölmerültek, soha nem késő. Én azt szoktam mondani, a legkisebb gyerekek, amikor a legkisebb értékben tudatra ébred a gyerek, van, hogy 2 éves kor, 3, még lehet, hogy bilinül, de már tudata van, oké? Meg kell értetni vele a maga nyelvén a világot. Hogy miért van apa, miért van anya, hogy van a testvér, nem köpjük le a szomszéd gyereket, hogy kell együttműködni, egész kiskortól. Én, amikor átadjuk a tudást, az emberiességet átadjuk, én ebbe ezt beleéltem. És azt, hogy nem anyázzuk egymást, lehet, hogy én nagyon nem értek egyet XY-nal, lásd a mostani őrült történéseket a világban, vagy akár a tőlünk északra fekvő országban. Van egy határ, ahol emberi mi voltunknak nem szabad megengedni azt, hogy lealacsonyodjunk. Tehát amikor jövőt tervezünk, abban benne van, hogy embertársainkkal hogyan fogunk együttműködni, beleértve a most született gyereket, vagy akár a 90 éves dédit. Köszönöm szépen!